Na sziasztok fiúk, lányok, én Zsimi vagyok, srácok, lányok, az a nagy helyzet, hogy meglett a radarom, ugye tudjátok, most következik majd Giovanni hamarosan, meglett a radarom, eltoltam itthon, és azt jelzte, hogy itt a templom téren, itt van egy líder, hát mondom, gyerünk ki, csekkoljuk le, hogy mégis csak ki az, amint látjátok, kis arlókánk beficcent ide hozzánk, gondoltam, jó, rákattolok, hazajövök, és akkor itt nyugodtan, szépen, szolidan le tudjuk őt csapdosni, nyakon verdesni, úgyhogy arról kódolja. Hát ugye itt már egyszer elvertük, egy nagyon nehéz fájdban, meg ugye legtöbben ti is erre panaszkodtok, hogy ő a leges, legnehezebb a három líder közül. Hát most csekkoljuk le a kicsikét. Igazából az első pokéja az mindig Scyther. Arra ugye Rampardos nagyon perfekt, meg hát természetesen a Smackdown-os Tyranit árunk. Itt is van a kis tira. Utána hát, a fene tudja, több olyan alternatíva is van, hogy Raikou a legjobb. Nem tudom, hogy most nála mi lesz. És Scizor ellen viszont, hogy is van, itt egy kis puskám, hol van? Ja, de lehet neki ugye... Third Pokémon az mindig Scizor, ja. Ez mi? For Dragonite? For his third Pokémon, if follow goes with Scizor. Ja, mert lehet neki Dragonite is, aha! Ja, meg Charizard. Ott azért van. Van azért válasz. Scizor, Dragonite, ezzel ótkor ütöttem, de az olyan egy easy volt. Tudjátok mit? Menjünk egy Latios-szal, max nyomunk egy rematchet, tehát most ezzel nem tudunk mit csinálni. Nyomunk így egyet, ezek a pokék perfektek, szépek, aranyosak, cukik. Szeretem őket. Trájoljunk így rá a kicsikére, én azt mondom. Jó, hogy a kamera, jó. Bocsi, az ugásért csak egy videót konvertálok nektek. Scizorgánk itt van, vagyis Scytherünk. Ugye, of course, az első az mindig jó, mint Giovanni nálak is. Persian. De gyerekek, ez a Scyther, ez még azóta se változott, még mindig úgy veri a nyakasokat, mint senki más, és nézd, attack incoming. Nem júzolok el shieldet, kíváncsi leszek, mi lesz. Na menj már te az anyád picsájába, hülye gyerek. Hát azért ne haragudjatok, de ez X-Scizor, érted, az ketté vágja a tirát. Azért ezt mondom anyukám, na ez komoly. Tök minden most nem kell összeszedni. X-Scizor, ami érted, a leges, az a három báros atak, az ilyen szinte nulla, semmi. De Scyther az fogja azt, érted? Oda ver neked egy olyan X-Scizort. Most tök mindre lesz, úgyis elhúzhatom, nézzük, mit csinál az X-Scizorje. Ennyi. Latios, vége. Volt, nincs. Na azért ez az, ami a szarnak az alja. Magnezónom. Hát most ez pont nem a legtutibb sztori. Szórjad a villámokat, bástya. Jó, erre most kíván egy tesztet nyomattunk már itt, hogy ti is, meg én is lássam, hogy mit tud alkotni ez a szemtelen Scyther? Hát ezt azonnal nyakon kell húzdosni, mert ha nem vigyázol, ki csinál? Megöl, szézile, és ugye ahol áram az áram ellen, semmit se érünk vele. Jó, ezeket most már kisildeljük, megnézzük, hogy mi a harmadik. Hát, ha meg tudjuk nézni. Nem mondom, hogy átjutunk, mert ilyen védelmen azért nehéz lesz. Mit írt itt? Most gyorsan rákerestem, mert többen is leszittatok, hogy hát ne mennek így fájtolni líder ellen, hogy nem nézek utána, hogy mégis mi, hogy merre, hány méter. Mondottam, hogy most megnyitom. Falu Krobet a Magnezone Mamoswine Groundon extra deal. Hát most ez van, hogy nekem Mamoswine-om van kirámpol, úgy perfektbe. Nem hiszem. Olyan jó kis ground támadásos pokéra volna szükségünk, de az a baj, hogy most nem leave-elhetek csak úgy vissza. Nem, kinyír. Ennyi. Egész lesírdeljük, aztán mondja itt. Gúnyos nevetések lesznek. Hát ha ez kinyifantja, egy excellentet be kell neki zúzni. Hát ha az elegendő lesz. Kemény az alló, gyerekek. Ez nem, nem jutottunk el a harmadik pokéig. Ez nagy baj. Nem baj, nyomhatunk még egy tesztet. Csak úgy nyugiba, szolíba eltoljuk ezt, alló, aha.
persze, Timru, az a módkor úgy elvertelek hülye gyerek, hogy elbögtöd magad. Stay focused! Steel-type Pokémon are weak to fire, fighting, and ground-type attacks. Jó, hogy ez egy Steeling volt. Ez jött, várjál, mi volt az? Fire, fighting, and ground-type attacks. Valahogy mindig úgy, a Metagross-t azt mindig úgy szétgyaláztam Bajtos királyval. Mindegy, nyomjuk egy meccset, élesztjük fel a kis pokéinkat. Csúnya volt. Csúnya volt? De nem baj, kipolja. Most ilyen teszt, de ezt a bugot javítsák meg, hogy rákattint azt, hogy csúzolnád a pokét, és akkor nem csúzolod. Mindenki is megdános tirával kell kezdenünk, ugye? Mert az a bis itt nekünk. Jó volna, hogy három, hát nincsen neki úgy beadó, mert szerintem második támadás, double-double, szóval két támadásos, a másik az a crunch-a neki. Magnezónunk. Most itt mit ír? Várj, itt a... Valószínűleg extrali Garchomp, Rapidum, Machamp, Ors... Ja, hát fighting, a Steel-type-ot, az gyorsan legyalázza a fighting. Itt hozzuk akkor a kis cuki Machampunk. Itt van Kimbo... Hoppa, itt fel kell majd healelni. Kimbókánk az mindig jó. Viszont... Na most mi lehet a harmadik pokéja? Vivály, még Vivályt is itt ajánl. Figyú! Behozzuk a Vivályomat harmadiknak, én azt mondom. Itt is van Henci, ez százas szerintem ki is van maxolva. Remélem. Kimaxoltam én ezt, gyerekek? Hamarosan kiderül. Itt van az öreg Shenlongot is osztnak. Dragonite ellen amúgy... Na mindegy. Kipróbáljuk ezt a kombinációt. Nem tudom, hogy kihúztam a Vivailomat. De remélem, hogy az a támadás van neki adva, hogy jó legyen. Most már ezt is tudjuk, hogy Scizornak ugye gyors be is tölt, muszáj elhasználni a shieldet, mert Scizor az úgy nyakon vág, érted? A semmit érő kis szaros múvjával, hogy te még olyat nem láttál. Hihetetlen. Hihetetlen, kérem tisztelettel. Most lehet, hogy tök mindegy mit tolunk, mert úgy is lesiedezi. Ilyenkor teljes mértékben, mindegy, hogy mi a helyzet, tessék, itt már blokkolta is. Figyelj, ez olyan áramot alád ver! Hülye gyerek, hát mit akarsz? Nagyon komolyra meg vannak boostolva ezek a dögök. Az a helyzet. Tehát akkor most Machamppal adunk neki egy barackot, tudjátok, mi gyerekkorunkban kaptunk nagyapánktól. Olyan igazi recsegéset, hogy bekönnyezzél. Na hülye gyerek, az a nincsen most shielded. De ő is előhúz itt. Muszáj eltolni shielded, gyerekek. Ezek ellen a pokék ellen tök mindegy mit nyom. A Flash Cannon volt, vagy mi a gyíkom? Jaj, ez a legeslegundorítóbb, hogy szed össze a fighting pokénak a excellentre, ilyen nem létezik. Jó, Magnezont azt kiírtottuk. Oké, na nézzük mi az utolsó. Scizor, jaj! Vigyázni kell össze, hogy azt ott láttátok? Nagyon komoly a Scizor. Ennyit tudtam összeszedni. Jó, hát legalább most ennyit oda tudtunk neki boxolni. És ide figyelt. Elpusztít, megöl. Scizor a oda néz, Vivailnak, miért oda ver ember? Te jó Isten! Te jó Isten! És ennyi. Vágod? Simán átvész eddig, Scizor fogja, legyalázod. Jó, most akkor rematch. Nem tudsz vele mit csinálni. Egyszerre pusztít. Mit ír Scizorra itt a hűde hűdét? Várjátok, megnézzük gyors. Ja, itt van Scizor, ja, Moltres, or Blaziken, or Entei. Of course. Csak ezekkel, de mi mással? Great Battle. Steve, jó, Fire, jó, ezt tudtuk eddig is, haver. Nem kell itt okoskodni. Ez nagyon szépen meg volt oldva ez. Csak hát ugye na. A Vivailunk nem volt a helyzet magaslatán, mondjuk azt.
hihetetlen. Múltkor kérdeztem, hogy jó hia voltam, hát a kisebb játékosoknak természetesen ezek le vannak gyengítve. De azért ez nem játék is mese. Igazából a múltkori kombóval kellett volna csak menni, mert nagyjából ugyanaz a téma. Jó, akkor itt egy Tira. Kimbót ismét csatasorba állítjuk. És akkor... A Moltres az nagyon gyenge szerintem. Azt én nem raknám be. Most itt elsőnek azt ír, hogy aha, a Chandelure-ral kéne, vagy nem a Moltres-szal. Figyelj. Én, hogyha azt a Moltres-szal bemerem rakni, a szét lesz bőgetve. Mert itt a 100-as kipattintott Moltres. De az tuti, hogy... Nézzük meg! Annyi tesztet nyomadunk itt, letudjátok. Szépen letesztelgetjük. Most a Tira persze jó fél HP-nál Scyther eltolja az első támadását. Kidefeljük. Oké. Teljes mértékben jó. Itt is vagyunk, ahogy az írva vagyon a nagykönyvben. Hát csodás kérem tisztelet lesz. Vicces egy kicsit, de hát jó, hát most milyen legyen, érted? Teljesen rendben van ez így. Jön a Magnezónunk. Figyú, csinálunk egy ilyet. Gyere, Magi! Mutasd, mennyire vagy penge. Egy dinamik páncsot. Várjál, nyomott már shieldet? Vagy nem, nem, még nem nyomott shieldet. Akkor mindegy is, hogy mit szedegetünk a macsámpal, legalább tanuljuk. Micsodát blokkolt a fiú. Jó, ezt lesírdeljük, mert utána szerintem még tudok egyet támadni. Remélem, enged majd rákattintani. Oké, engedett. És akkor így mind a ketten kinulláztuk a shieldeket, ez így teljesen jó trade volt. Magnezónunk még ott blokkolt egy szolidat. Jó. Most... Ó, ja, hát Moltres, az is tökéletes a steel tap ellen. Ott van egy olyan, figyeljétek, hogy a Scizor nem szedi szét, az a Fire-type az betölt, a Scizornak ennyi lesz. És nem szedi szét. Overheat! Mi van veled, bástya? És akkor így full easy volt a fight, jó, mennyi ment el? Másfél Pokémon ment el erre. Igen, fél lett Flamey, Tyranitar az még ott volt. Azon is volt HP, meg egy full charge betöltve. Akkor ez így nem volt olyan rossz. Jó van, gyerekek, hát ennyi, kicsit change-elgettük a pokét taktikkal. The last person to humiliate me like this was Candela. You will pay for this. Hogy megalázta? Candela alázta meg legutóbb. Ilyen szinten, 1000 dustocskánk megvan, köszönjük szépen. Két max potion, meg két max revive, hát nem. Tolták el annyira, 58. Szolidan állok a rakétafájtokkal, gyerekek, csak úgy szépen ügyesen, ahogy azt kell. Nézzük, mit kapunk ide. Scythert, ezt azért még elkapjuk. Vajon van még ez a küldetésem? Mondan, abban kell elkapnom. Mindegy, lenyugtatjuk. Nem, most az a küldetésem van, hogy 3 nice throw-ot kell in row-ba nyomni. Egymás után, remélhetőleg ez meg lesz. Scytherkánk az... zavos. Nem úgy van az, hogy te csak úgy dobálgatod neki a lastit. Jó, most csak küldetésre megyünk. Ha így is kiugrik, akkor adunk neki egy Golden Rust, mert szeretném elkapni. Hát, ha valami fullos Ivy is. Scyther. Gyere, támadj, haver. Hopp, az nagyon kicsi az a kör. Alapgrade-et odaverünk neki. Ha támad. És labdához nyúlok, tutira beüt egyet. Na, gyere, Scythi. Gyere már. Cikáz, azt még szeretném. Köszönöm. Puk! Aztán reméljük ez meg lesz. Hát nem hittem volna, hogy ennyire elnyúlik ez a kis arró fight. De gyerekek, hát legalább megtapasztaltuk, hogy mégis hogy harap ez, mint harap. Az meg volt legalább mind a két field research-omat megcsináltam. Nézzük, milyen Scythert kaptunk. Nem jó, de legalább szar. Viszont hallásra, szia! Nos, hát látjátok, onnan jöttem. Nem volt az olyan messze, de várott a következő rakétás top. Azt meg már ütni kéne.
de ez majd, majd legközelebb. Úgy állunk, hogy jól állunk. Hol vagy? Claim reward, és már csak egy Sierra-t kell levadásztunk. Hát remélhetőleg ővel is találkozunk a közeljövőben, és akkor elkalapáljuk a kis csajszit, mint legutóbb. Legutóbb ők, na jó, egyszer elkalapált. De az belefér. Most meg ez párszor. Jó, de ez most csak teszt volt. Ezt vegyük tesztnek. Oké, és oké. Köszönöm szépen, srácok, látjuk a figyelmet, akkor hamarosan találkozunk. Ja, folytatjuk ezt a kis küldetéssorozatot. A következő névvel szerintem úgy lesz, hogy elnyújjuk a Sierra-t, és akkor a Giovannit is. Sierra Giovanni egy videóban lesz, hogy benge legyen a történet. Köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan találkozunk. Még egyszer, addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!